Szoszi van Kenobi. Mizu Michi Mitsubishi. Itt van velünk Szabó Kínai Tamás. Szia Tamás, és most elnézést. Még tudsz menni, most még haza tudsz menni. Igen, igen, igen. Sziasztok, először is nagyon meglepő volt, mert tudtam, hogy ez lesz, de ez... Uff, ez kemény lehet itt ezt. De azért a Szoszi van Kenobi. Szoszi van Kenobi, nagyon jó. Nagyon, jó. Nagyon jó, de képzeld el, hogy ez a Mizu Michi Mitsubishi, ez teljesen saját. Tehát, tényleg? Hogy annyira saját, írtad? Igen, hogy hallottam valakit, aki felvette a telefont így, hogy na Mitsubishi, és ez annyira tetszett, hogy ez a Mizu Michit már elé tudtam tenni. Tehát, hogy azért kreatív vagy. Kéne ezzel foglalkoznod lehet. Ugye? Szövegeket írni. Ugye? Figyelj, engem elnevezett egyszer a Barna egy pincényi Dákónak, ugye Pincényi Márkóval, és azon gondolkodtam, hogy ha most húsvét lenne, és te meglepetés vendég lennél, akkor te lennél a Szabó Kinder tojás. Az a jó egyébként, hogy tök egyedi volt. Nem hallottam még soha. Igen, tényleg? Persze, hogy hallottam. Ki is hívott, a Koltai Robi hívott egyszer így az ügyelőpultból. És olyan volt így, hogy oké, köszönjük szépen. Meg nem is tudom, ki mondta még, de ez így többször előjött, de... Mit nem adnék, hogyha ilyen jó nevem lenne? A Kinder tojás. Igen. De nem akármilyen Szabó. Na jó, idegeskedjünk rendesen. Mi idegesített föl bennünket a héten? Mielőtt elkezdenétek mondani, hogy én hoztam nektek ajándékot. Nem. Jézusom. Csak azért, mert akik szimpatikusak, azoknak mindig viszek ajándékot, hogyha megkinek interjúra, ezzel most jól kicsesztem magammal. De egy francia krémes, viszont, amit nem, láttam. Viszont egy, hogy most, szerintem ezt itt kell megennetek most. Mármint, hogy ez szerintem sokkal nehezebb lesz nektek. Ez így csodat vezetni, hogy kajátok. Ez olyan pisztáciás rakott dolog. Mi újság, elgondolás. Igen, nem tudom, szerintem... Pisztáciás történet. Van valakinek pisztácia allergiája közületek? Abszolút van, úgyhogy legyen. Jó, akkor hajrá. Szépen köszönjük. Alig várta, hogy legyen saját podcast műsorom. Nekem ezt meg kell őriznem a végéért, nem akarok spoilerezni, meg kell őriznem a végéig, mert ennek még jelentősége lesz. Jó. Én megkóstolom, és utána döntöm el, hogy megőrzöm a műsor utánra. Nyugodtan. De és ez honnan jött, hogy ez miért van? Emetél a cukiba? Mert egy kultúrember azért. Azért, mert úgy gondolom, hogy a... Na milyen? Azt még megeszed? Tudod így, nézd így, csak nagyon finom. Mert... Az, hogy nem fér bele a számba. Igen, törve. Sose gondoltam, hogy ezt egyszer nem nekem mondják, mert nem mondom. Na milyen? Azt még megeszed? Nagyon finom. Rányom csinálja ezt mindig. Imádom, hogy ilyen krémes dolgot. Nagyon jó. Megcsinálom a bolonyait, és így eszi a lányom, és tudod, csak így piszkálja, és mondom, mi van, cica, ízik? Apa, ez nagyon finom. Életed legjobb bolonyai, és tudom, elmondhatod őszintén. Jó, nagyon szagy. Nem akartak megbántani. Én nagyon... De ezt nem te csináltad. Nem. De még én kiderül egyébként, hogy ő csinálta. Attól függ, jó vagy rossz? Nagyon jó. Egyébként tényleg nagyon finom, én imádom a pizzát, úgyhogy ez tök jó. Ez tök jó volt, így előadás után. Ez a bolonyai, hogy ezen szoktak gondolkodni, amikor helységnév van az étel, tehát francia krémes. Tehát Franciaországban a franciák esznek egy francia krémest. Ami ott lehet, hogy csak krémes. Igen. Vagy a bécsi szelet, beülök és eszem egy szeletet. Tehát ott csak a szelet önmagában. Vagy csak a brassóiba, például csak egy sít. Igen. Igen. Vagy amikor a törökök törökülésben ülnek, az csak ülés. Igen. Ugye? Vagy a magyarok istene. Az csak Isten. De tehát, tudjuk, hogy Jézus is magyar volt. Természetesen. Hát, tudjátok, engem még nem győztetek meg. Igen, ez egy érdekes kérdés. De mi idegesített föl titeket? Engem a színészek úgy alapvetően idegesítettek. Ezt mondjuk ezért írtunk. Nem saját a gyűjtés, Sazabio, akinek mindketten nagy rajongói vagyunk a Barnával, a Sazabiói a gyűjtés, de hogy ő összegyűjtötte egy csokorba, a színészek interjújából kivágta azt a mondatot, hogy én soha nem akartam színész lenni. Ja. És akkor ez, amikor hátradül a színész, és majd megkérlek téged, hogy te is valami ilyesmit, hogy hát akkor a Bánsági, a Márkus, a Rutkai, a Sós, hát most nem akarok senkit kifelejteni, hát abban, de a Hadsár, a Tolnai, a Bessenyei, a Kismagyi, de hát tényleg most már, hát most már, és még sorolhatnám, de a Sutyi, a Tyotyó, a Pamános, a Pepe, tehát szóval egy egészen elképesztő társulat, tehát egy olyan csapat jött össze, egy olyan osztály. Hát amikor még a Désivel, ugye még csak a főiskolára jártunk, hát akkor még főiskola volt, ugye, ma már nem az, de hát még egyébként a Kecskeméti
Cifra palotában, ugye. És volt már ment az előadás, én még ugye késve, mert nem találtam a zongolyomat. Finkler Jenő bácsi volt akkor ugye a karmester, hát a Jenő bácsi. És már megiszont Cumcile fürdik diese bandok muszlini melik szígen zajstand ha dulzam und der spiegel. Azon a jellegzetes hangján én meg kínálok, és akkor Laci bácsi tud a cigivel, úgyhogy na most bemegy, most döntse, hogy a függöny melyik oldalán lesz, és akkor én abban a másodpercben váltam színészi. Hát az mondjuk elég nagy baj, ha valaki ott válik színész. Nem, én ilyen, ezeket is szeretem egyébként. Én mondjuk színész akartam lenni egész kicsikorom óta. Tényleg? Most ez lesz az új, nem akartam színész lenni. Igen. Én mindig is az akartam lenni. De ezt még érdekes, hogy senkitől nem hallottam, hogy színész akartam lenni. Vagy rendőr, vagy kár, hogy nem sikerült egyébként. De... Igen, ezzel még van egy kis adósságom, de azért most már így, nem tudom, tehát ezért ez alatt a 20 év alatt sokszor elgondolkoztam egyébként, hogy ezt ott kéne hagyni, meg kéne valami más csinálni, főleg amikor vannak ilyen lejtmenetek, de aztán valahogy mindig megnézem egy filmemet, és annyira tetszik, hogy úgy vagyok, csináljuk még. Van filmed, amit én többször is megnézem. Én a Midi Hungariát többször is megnézem, és kifejezetten nagy rajongója vagyok úgy, hogy gyűlölöm a musicalt, mint műfaj. De az nem is egy musical, az ilyen rockosabb, vagy rock'n'rollosabb. De hogy az rockosabb. Fingom, nincs, melyik film, az ilyen rockosabb. Az egy rock opera, lazulj be. Nekem egyébként van előadásom, ami előadásod, amiről eljöttem. Komolyan, melyik? Nem emlékszem, mivel, hogy eljöttem. De mert elkezdődött viccelek, már? Nem, tényleg viccelek. Volt már előadása, onnan eljöttem, abból a színházból, ahol akkor játszottál, de szerintem nem rólad. A Nemzeti. Nem. Akkor a Radnóti. Nem. Akkor az... Akkor ne soroljuk. Igen, akkor hagyjuk. Mert hogy egyébként tudod, nekem annyira magas az ízlésem, és annyira kifanult, hogy egyébként volt. Abszolút, tehát hogyha egy Big Mac-et mutatnának a színpadon, azt végigülnéd. Természetesen. Három órán keresztül. Sőt, azt végigülnéd. Visszatapsolnám négyszer. Az egyébként miért van? Az miért van, hogy négyszer kell visszatapsolni minden darabot? Én nem tudom, és ez nekem a vastaps idegesít, hogy ez egy kicsit egy ilyen rákosi éra hordalék, vagy micsoda, hogy valahogy én is ezt, és emlékszem arra a részre, amikor pont te mondtad, hogy szoktál egy-háromra tapsolni, és én is szoktam játszani, hogy meg is örültem, tudtam veled azonosulni. Igen. Hogy tényleg ez, hogy ülünk, érted, és akkor van ez a mindig valaki elkezdés. Én sose szoktam, én mindig maradok az eredetibe, és akkor én örülök magamnak, hogy visszatértetek. Visszatértetek hozzám. De pont az Andrej Serbán, amikor Andrej Serbán rendezett, akkor Csabi, még 2010, de nem, ő mondta, ő egy nagyon híres román rendező, ugye meg New Yorkban tanít, azt hiszem, de nem akarok hülyeséget mondani, lehet, hogy valahol a Balkánon, nem, Amerikában tanít, és ő, amikor rendezte a Három nővért a Nemzetibe, akkor őt annyira idegesítette ez, hogy Magyarországon mindenki vastapsol, hogy a Három nővér után csinált egy zenés tapsrendet. Ami meg például a magyarokat idegesítette sok színezemet, hogy lehet a Három nővér után zenés tapsrendet. Szerintem iszonyatosan jó vicc volt ez. Én néha szórakozom azzal, hogy elkezdek egy vastapsot, nyilvánvaló, hogy senki nem fog belépni, és én zavarba ejtően sokáig így és közül nézek körbe, de elismerésen szóval Isten, de bunkó vagy. Bunkó vagyok, bunkó. Egyébként visszatérve, én nem számolom soha, hogy hányszor kell visszamenni, de valamiért ez a 4-5, nekem amikor az egyik előadásomat, amit én egyedül csinálok, azt bemutattuk, akkor ott mértük, és ott 4,5 vagy 5 perc volt a tapsa végén. Az egy elég jó. De egyébként ezt számít, szóval, hogy abban lefonod? Már otthon vagy, nem? Nem, ott nem, de közben jövök le belőled. Már főzött a balonyait a... Persze, lányom. De hogy egyébként mérhető a taps hosszúságában az előadás sikere? Szerintem az aktuális állapota, ami aznap volt, igen. Uh-huh. Igen, meg az energiájából is mérhető, de szóval én nekem van egy ilyen mondásom, hogy Magyarországon semmi nem bukik meg. Tehát, hogy hát színházban minden siker. Tényleg mindenhol. Ez olyan, mint a repülő, amikor leszáll, akkor tapsolni, nem? Hogy kellemetlen, de egyébként ciki, de azért csináljuk, de közben egyébként valahol jogos, mert hogy tényleg leértünk élve. Ők is nem hallottunk meg, igen. Ez olyan, mint az orvos se tapsolod meg, nem, hogyha megműt. Tehát, hogy nem, és most már hálapénzt se adsz neki, de hogyha itt egyébként élő közönség lenne, és sírítson nulla nevetés, akkor viszont meg tudnánk bukni azonnal. Így kell hozzá a YouTube is, meg a Spotify. Én otthon szoktam tapsolni, ha ez megnyit. Amikor mondtok valami jót. Szóval van egy olyan rossz szokásom, hogy sose tudom elmenteni a számokat, és akkor ezzel, amikor már harmadjára hív valaki, akkor is mindig az van, hogy halló, tessék, Turay Barnabás, és akkor viszont vagy nem mondom, csak felveszem, mert hogy feltételezem, hogy valószínűleg már beszéltünk, és akkor mondják, hogy na szia, Barna fia, akkor az lenne, hogy meg így aha, igen, persze, jó. Mit is beszéltünk, hogy akkor hol is lett volna a micsoda?
Viszont vannak azok az emberek, akik meg elmentik, de ilyen alibiből, tehát nem írják be a teljes nevüket, meg a kis jedzetbe azt, hogy abban mire... leszel úgy benne, hogy síkideg, barna, egy. Na pontosan. Van egy barátom, átrakta az anyukájának a SIM-kártyáját a saját telefonjába, és minden lemásolódott, hoztam néhány gyűjtést. Ági nővér, Csóbánka. Asztalos Laci, zárójelben Ablakos Imre. Ez egy telefonszám. Vagy, igen. Kis Laci opera, tőlük vannak a jegyek. Bútor Melinda régi. Régi. Attila burkoló, Krebsféle. Elektromos Pista bácsi. Elektromos Pista bácsi. Ő vajon mire képes? Igen, házi robot. Igen. Hentes Ildi Pisti. Ildi Pisti. Persze, nagyon Ildi jó Pisti, az Ildi Pisti. Hentes Laci, Hentes Marci, Hentes Pisti. Az nem világos, hogy Hentes látom, Pisti, nem az Hentes család, Ildi Pisti. Nem, nem, nem tudom, hogy a Hentes Pisti és a Hentes Ildi Pisti ott vajon van-e átfedés. Mert lehet, hogy Ildinek nem lehet külön telefonja, és akkor együtt használják Pistivel. Mint a közös Facebook akár. Igen, mint a közös Facebook. Virágosági, Nevet Fel, Nevet Fel Vodafone, Takarító Luca Új, Bandi Kozmetika és Cukis Erzsike. Igen, van Mindenes Zoli, Mindenes Nándi, és van a legjobb, ezt úgy kaptam egy ilyen kivitelezőtől, a parkettás, ami csak úgy volt benne, hogy tüzelő. Mi? Tüzelő. Akkor ebben nem voltak megelégedve. Én igen. Nekem is van egyébként ilyen Nevet Fel 1, 2, 3, Nevet Fel, és akkor itt jön egy ilyen bulvármagazin címe. Meg általában úgy van, hogyha dolgozom mondjuk egy filmben, akkor mindig a film cím, és hogy azos, tehát hogy mitől vagyok apró mesékes, gyártás, gyártás kettő, asszisztense, de fogalmam sincs nekem is, és akkor múltkor volt, hogy pont aludtam délután, és csörgött a telefon, és ismertem azt a számot, de ugyanígy valamiért nem mentettem el, és akkor felvettem, hogy halló, szia, Kriszti vagyok, és bocs, mely, milyen Kriszti? Hát a Pintér Béláig tartom, úristen, szia, ne arra úgy, és akkor tök ciki. Mert ő már nyilván, tehát hogy ő azt hiszi, hogy el van mentve a számon. Amikor én az még nagyon jónkor biciklizem, és csak úgy felveszem a headsettel, és fogalmam nincs. Na, csáó, akkor hogy legyen? És akkor én nem merem megkérdezni, hogy ki vagy, mert ugye föl kéne ismerem, de szélzaj, meg nem tudom. Nem tudom, hát szerinted hogy csináljuk? Ahogy akarod. És akkor kiderül, hogy valami nagyon rossz programot szabadítok a nyakamra. Jaj, most gyere. Ja, értem. Most jössz. Na, hát ami engem nagyon idegesít. Alapvetően már nem sok minden idegesít, de mégis vannak idegesítő dolgok. De ami mindig is kicsit pariba van, vagy hogy mondják ezt, tehát hogy versenyben van az örök, tehát a magyar idegesítés non plus ultrájával a sorban állva, kasszánál a nyakadba liheg, és arrébb mész, ő is arrébb jön el. Azt is veri egy picit, az a dilettantizmus, például a szakmai berkekben, tehát ha dolgozunk, és valaki olyan van ott, aki, tehát látszott, hogy de köze nincs ahhoz, és minden egyes szegény már akarva akaratlanul is csak hátráltatni tud igazából a jelenlétével, a szakma a hozzáállásával, és ez az engem isztet irtózatosan idegesít. Ez olyan, mint nekem a Márkó. Na tessék. Tehát az én életem darabjában. Igen. A Márkó. Márkó a dilettáns. Igen, volt egyszer olyan, csak hogy értsétek, hogy például forgattunk egy sorozatban, és kértem az asszisztenstől vizet. És ő neki ez ilyen első, és soha többet ne is menjen arra. És egy fél óra múlva rákérdeztem, hogy amit kértem, és jött egy banánnal. És így álltam, hogy itt ezt hogy? És mi történt? Hogy lehet összekeverni a kettőt? Ez egy jó kérdés. És hogy? Nem tudom. Hát nem mondta meg. Egy olyan csávó vagyok, aki szép lassan mindenkit kirúgok magam körül, tehát ne csodálkozom senki, hogyha barna nem lesz itt. Szép lassan mindenkit kirúgok, és akkor én leszek a saját magamnak a mindene. Igen. De akkor valószínű, te is ezért lettél a CTP-nek a producere, nem? Mert az előadásomnak? Igen, többek közt én, meg Gémes Szilva, aki az én ügynököm, ketten producereljük ezt, többek közt ezért. Igazából az a helyzet, hogy eredetileg nem ezért, de most, hogy csináljuk, rájöttem, hogy annyival jobb így, hogy a saját magam főnöke vagyok, hogy átlátom az egészet, hogy én választhatom meg, hogy mondjuk milyen hangosító hangosítsa az előadást, hogy milyen világosító világos, hogy honnan rendeljük azt a lámpát, hogy a zenészekkel én tudok beszélni, és nincs egy asszisztens köztünk, aki folyamatosan félreinformál, nem mondja el, a hangosító, azt tudod, az olyan hangosító volt eddig, hogy beálltunk, azért ez egy koncertszínházi előadás a függőségekről, és beáll a dobos, a gitáros, a billentyűs, a hegedű, a minden,
és akkor így véghallgatja, aha, majd fölmegy a pultba, és akkor elkezdünk zenélni, akkor így azt hiszem, hogy így minden nagyon szarul szól, és mondom, hogy mi van, és így azt hiszem, hogy így tologat, minden oké, de azért tologat, mert úgy én vagyok a hangos, gondolja ő, tehát akkor így tologatni kell, de nem ért hozzá. És ez most például iszonyatosan felszabadító ebben az előadásban, hogy olyan hangtechnikusunk van, aki igaz, megkéri az árát, de én ennek tökre híve vagyok, hogy ugyanis a jó dolgokat meg kell fizetni. A szakértelmet azt meg kell fizetni, mint a kézműves hamburgert. Igen, de hogy a feléből mennyit tudsz engedni, akkor is áfa nélkül tudjuk el is köszönni, hogy nem kell adni. Igen, és ezek, de hogy itt nincs. Sőt, mi nagyon híve vagyunk annak a Szilvával, hogy tényleg mindenki kapja meg a pénzét, még ha esetleg nem is úgy jönnek be a dolgok, de az a legfontosabb, mert én ezt is nagyon utálom egyébként a munkában, amikor már rég lejárt a számlát, de még mindig nem fizettek ki. Vagy egyébként, ott volt egy elírás, azt most vissza kéne hívni, meg akkor ő rámutogat. Nincsen kék toll aláírva, az nem kék. Kihagytál az attól. Egy oldalt, az nincs aláírva a 176. De nem szólna, nem hívna fel. Bocs, de 120. napja van beragadva a számla, de nincs is aláírva. Nincs, mert megkérdezem Jolit, nem, de nem szól vissza másnap. Joli azt mondta, nincs aláírva. Meg az lehetne fáradni akkor. Gyakorlatilag bárhova mész, a postától kezdve a bárhova, hogyha van valami riportolni való problémád, akkor mindig az, hogy azt nem itt, azt ott. És akkor oda mész, azt nem itt, azt ott. És igazából ezt csinálod fél órán keresztül, mert annyira ideges leszel, hogy egy valaki álljon már ide és vállaljon felelősséget. És ez egyébként ez is nagyon jó ebben az egészben, hogy én tudom, hogyha én nem csinálom meg, vagy a Szilvával nem csináljuk meg, akkor az nincs. Tehát ott minden felelősség rajtad van. De hát gondolom ezzel a műsorra is így vagytok, tehát hogyha mondjuk nem egyeztetitek le a vendéget, vagy rád van bízva Barna, és akkor te véletlenül mondjuk, mit elkésel. Barnára semmi, de nem szoktál. A saját érkezését se lehet rábízni, mert azt se tudja kordában tartani. Akkor az a te felelősséget, tehát hogy... Egyébként a késést is nagyon... Én nagyon igyekszem, én nagyon dolgozom azon, hogy egy kicsit összeszedettebben működjek. Igen, igen. Akkor majd nem számlázod le, Márko, és akkor majd kirúgsz engem is, mint ahogy mindenki mást az életedből. Volt a Halász Péternek egy... A Halász Péternek volt egy legendás mondata, miért gondolja, hogy a maga ideje drágább, mint az enyém című, és ezzel ez nagyon jó. De miért? Hogy miért gondolja azt? Hát menjünk. Ez a mondás, érted, hogy ne gondold azt, tehát, hogy az ő idejét rabolod, ugyanolyan drága az időtök. Ez csak a késésre mondom, hogy... Értettem. Illetve, hogy szerintem mindenhol legyél ott negyed órával előbb, az tök jó idő. Én és akkor van. Késel 20 percet. Nagyon régen volt, hogy késtem, ma tényleg egy picit csúsztam. Semmi de... baj, mert a stáb többi része viszont... Majd veszek neked egy pisztáciás. Majd odaadom, ami maradt. Viszont írtam már még egy csomó mindent, ami egyébként úgy szokott zavarni. Jó, köszönjük szépen! Szépen körbe megyünk ki akkor. Ja? Vagy összmegyünk. Azt is az én blokkom. Ez volt a te blokkod. Ez volt a téma, és akkor mindenkinek van egy témája. Hát akkor... Na hát gyerekek, megalakult az új kormány, és Orbán Viktornak a Facebook oldalán kijött egy videó, a Harcosok klubja, kérlek szépen, és itt ilyen akciófilmesen mutatják be a miniszterelnöket, tehát ők harcba indulnak. Tehát ez egy komplett hadsereg, és akkor ennek megfelelően ott van a stock zene, a Dynamic Adventurous Cinematic Uptempo Uplifting Energetic című hangfájl. Free. És az a free. Royalty free. Nem hiszem, hogy free. És akkor itt bemutatják szépen a miniszterelnöket. Főszerepben Orbán Viktor, magyar hangja Orbán Viktor, mellékszerepekben Lázár János, magyar hangja Orbán Viktor. A szinkron a Karmelita Kolostorban készült a kormány megbízásában. Volt régen egy ilyen, hogy én vagyok a híres Hiller István, a nevem is ennyi. Ez egy dal. Ti gondolkodtatok azon, hogy miért ez a címe, hogy Harcosok klubja? Tehát, hogy szerinted nem. Látták a filmet? Tehát tudják, hogy egy tudathasadt ember, egy borderline-os, aki egyébként betöréseket, lopásokat követel, felmond a munkahelyén, csöves lesz, naponta kétszer véresre veri magát, aztán felrobbant egy várost. Ezt látták? A Harcosok klubja főszereplője. Ja, hogy miért tényleg ez a címe? Értem. Hát igen, tehát hogy látták ezt a filmet? Hát figyelj, én nem tudom. Én nem is tudok erről azért véleményt mondani, én nem láttam ezt a filmet. Hiánypótló. Nem nagyon foglalkozom ilyen politikai dolgokkal. Elképesztő, de hogy miért pont akciófilmes zsánert választottak? Lehetett volna ez egy vígjáték, hogy kijön a Varga Judit, és elcsúszik egy banánhéjon egyből, nem? Nem, az nem jó. Nem, itt, mert szerintem egyébként én ezt nagyon adom.
Tehát, hogy az a fajta kommunikáció, vagy az a fajta image-építés, amivel ők rendelkeznek, az szerintem egyszerűen működik, bármit is gondol ez vagy az, mert persze véleménye mindannyiunknak lehet, csak ki a tökömet érdekel, mert az mindenkinek van, ez a jó benne. De hogy én azt gondolom egyébként, hogy itt lenne az ideje, Márkó, hogy ezt elfogadd és megszeresd, de tényleg azt, hogy megszeresd. Azért szeresd meg, hogy, mert hogy én nekem mindig az a nagy kérdésem, hogy, hogy vajon annak a 3 millió embernek nem lehet, hogy igaza van? Nem lehet, hogy abszolút. Te tévedsz, vagy nem, ő téved, abszolút, vagy abszolút téved. Lehet, de én most nem is. Mert hogy az igazság, már bocsánat, csak hogy, mert mindenkinek megvan oda a maga igaza, van. De egyrészt odaállt van a másik szobában. Másrészt, hogy figyelj, tehát ha ez működik, de igazából, ha nem lennének felvevő közeg, akkor ez nem működne pro és kont. Tehát, hogy a másik oldalon se ezek a, mert azért ott is láttunk már szerintem videókat, nem? Amikor szálltak a vadludak, és mondták, hogy igen, igen. Abszolút. Meg az meg volt, amikor az előző miniszterelnök azt mondta egy letiltott internetes ilyen hirdetés videóban, hogy gyere az egérrel az arcom közepére, és ott klikkelj rám, az nincs meg. És az visszavont, letiltották. Volt egy ilyen. Fönn van a YouTube-on mellé az egérrel. Szóval, hogy, és az is ott, az nem működött, de valami meg működik, és szerintem ez egyszerűen piac. Egyébként szerintem lehetne szappanopera, és akkor mondjuk a Lázár János lehetne az ilyen száműzött, sőt egyébként halottnak hit kuzin, aki egyszer csak aki megjelenik. Feltámad, mint a Bobby a Dallasban? Igen, feltámad, visszajön, vagy így nem tudom, hogy tudod, ilyen halálos műtétből visszatér, és egyébként szerelmes a főszereplő lányba, aki egyébként kiderül, a kuzinja. Varga Judit. Aki... Igen, a Varga Judit pedig az örökségre törő testvér, mellékszereplő, aki az évad elején látványosan felpofozza az anyját, de az anyuka az évad végére gyanúsan eltűnik. És nem tudjuk, hogy mi van, de Varga Judit belenéz a kamerába, és azt mondja, hogy Lehetne mockumentary, és akkor tudna, igen, ez, és akkor tudna, az a kamu doksi, és akkor mondjuk tudna beszélni a mondjuk a Szijjártó arról, hogy és egyetlen egy szalámi szendvics volt ott a büfében, a parlamentben, és előttem állt a Rogán, hát nem elvette? És ott maradt egy Párizs is, most egyem el a Jakab Péter elől, vagy most hogy, most mi csináljuk, tudod? Vagy lehet egy horror, tudod, hogy a Pintér Sándor azt mondja, hogy itt van ez a pince, hát igaz, hogy ilyen denevérek repkednek ki belőle, vérrel van írva a falra, meg olyan fura vészjósó szélzugás van, de hát lehet, hogy pálinkát főznek, lemegyek, megnézem, mi baj lehet, nem? És közben Jakab Péter énekel, nem? Valami nagyon extra rockot. Párizsi himnuszt a Németh Szilárdra. Mindig Gyurcsány. Minden társaságban megvannak az ilyen társasjátékbuzik, akik mindig társasozni akarnak. Rendszerint nem fogod ismerni a társasjátékot, de semmi gond, ő elmagyarázza. Paraszt Roki. Tudod, de nem hallottad, de nem hogy a Rokiról nem hallottad, nem hogy a Paraszt Roki, hanem a Rokiról se hallottad. Tehát mi az a Roki? Vagy Röti. Tudod, hogy valami neve mindig van, és mindig Paraszt Röti, mert hogy ahhoz nem kellenek bábuk, igazából ezt csak egy tudjuk játszani francia kártyával. Baromira kiakad és megsértődik, hogy te sose hallottál róla. Mi? Te nem hallottál, nem játszottál még Paraszt Rötit? Mi? Milyen vagy? Majd utána jön a szolidáris énje. Figyelj, tök egyszerű, megtanítom. Tényleg, tehát hogy tényleg baromi egyszerű. Tehát igazából tényleg tök olyan, mint a sima Röti, csak annyi, hogy órajárással ellentétben megyünk, és akkor az van, hogy leülsz, beadod a, tehát hogy tényleg le kell tenned ezt a két tazót, és akkor hogyha utána én nyerek, akkor felveszed, de akkor nem úgy, hanem a szemben, aki veled szemben ül, és aki igen. téged néz, az fog kiesni, hogyha te leraktál két-kettő szívet. Utána megfordul a kör. De színe nem lehet szín, de nem, tehát de persze, nem úgy lehet, de hogy tehát nem, ahogy én raktam, úgy lehet. De egyébként nem lehet színe. Kicsit olyan, ahogy a lányom szoktam magyarázni. Kezdjük csak el. Igen, most te azért vesztettél, és azért nyertem én, mert... Persze. Mi? Nem. Dehogy is. Mi? Kettes, nem lehet kettes, csak hogy piros szív. Nem lehet. Borzasztóan ki van akadva, hogyha valaki nem figyel rá. Tehát, hogy a társaságban nem mindenki csak rá figyel. Srácok, léci, magyarázom, jó? Léci, szedjük össze magukat. De nem, és egy kicsit figyeljünk, jó? Srácok, tényleg? Tehát, hogy ő igazából mindannyiunknak szívességet. Nem az előbb mentél ki cigizni? Nem pisíti eleget? Srácok, jó, köszi. Köszi. Ez meg én vagyok. Tehát folyamatosan mindenkire ki van akadva, és ő kezeli az egész társaságot, tehát egy kézzel komponálja az egész estét. Majd utána az a vége, hogy nem érted az egészet, látja, hogy frusztrált vagy, és akkor jön az, hogy jó, tudom, itt játszunk egy kört, és megérted. Nem fogod megérteni soha. És akkor ott álltál fel, és mentél haza abból a bulival.
Igen, de azt a kört megnyeri, és utána visszajátsza az egészet, ledemózza, tehát ez egy pilot volt, na itt, tehát te ott vesztetted el a második lépésnél, mert akkor neked azt kellett volna mondanod, de hát majd rájössz, játszunk még egyet. Úristen, de utálom. Ez olyan, az ilyen ember, aki társashozni akar, ez ugyanaz, mint amik, aki ottalvós bulin filmet akar nézni, tudod, hogy, tehát, hogy miért akarnék filmet? Van... Nézek én, nem amúgy, én nem járom. Ottalvós buliba szokta, és pizsit is viszel? Ezt otthon hagyom. Ja, Barnával vigyázni kell, amikor filmet nézett. Na miért? Mindegy, nem akarok ebben nagyon belemenni, de csak egy bizonyos zsánerfilm, te olyan művészfilm, hogy te azt nem is. És akkor, te nem. Tehát, hogy egyszer áthívott filmezni, és mit mondom, egy francia művészfilmet, és olyan megbotránkozás lett belőle. Olyan Fast and Furious 4 lett belőle, amit ő hozott. Egyébként konkrétan, tehát, hogy a Márkóéknál tényleg az van, hogy viaszat hat, tudod, reklámokkal együtt, Hát ez azért elég megalázó. De hogy a kvízműsorok ismétlése, tudod? De csak nem is az, hogy akkor... Nincs tévém, de azon is a medzó megy. Egyébként visszatérve még, a társasjátékra, hogy ezért olyan társasjátékokat vinni, akkor előzd meg. Például, mint a süti sapi pizza taco ajcsi, az nincs meg? Ezeket kell folyamatosan... Neked kérlek, ne legyél te az Na, mert akkor elmondom, hogy hogy van, jó? Na, azok nem. Nagyon jók, ezek ilyen egymás tenyére lehet csapni, és ezek egyszerű, tehát aha, ezt te is meg fogod érteni. Aha. A másik az Uno. Nem az. De az. Az Uno. Jó, az Unonál, jó, szeretek unozni, de hogy annál nagyobb ilyen birkózások, hogy ott a szabályok hogy vannak. Na, ja, ott van, hát a színre, igen, szín, igen. Nem megy a színre. Nem tehetsz, hogyha megfordulunk, fel kell venned. Akkor lerakhatok-e 3-6-os, csak más színben, ugye, mert valaki azt mondja. Na most például, hogyha kapsz egy ilyen plusz 3-as felhúzókártyát, igen, plusz színválasztó. Nem fogsz 4-est, fogsz vagy 2-est. Vagy 4-es, igen. Tehát kapsz egy 4-es plusz színválasztó kártyát. Itt fundamentális problémák vannak. Tehát 4-es, most fontos, bocsáss meg. Adok mondjuk, én adok neked. Figyelj egy kicsit. Srácok, ne várj. Adok neked egy plusz 4-es kártyát, és azt mondom, hogy kéket kérek, de neked nincs kéket, felhúzod a 4-et, kell-e húznod plusz 1-et? Persze, kell. Szerintem is. Hát figyelj, lesz most nálam, hogy egy ilyen társasos egy csalá, ott jó, most filmnézős, húnózós parti. Pizsi parti. Pizsit hozok. Jó, én hozok. Iszonyatosan sok mindent írtam föl, és próbáltam, mert tegnap még az volt, hogy majd így csokorba szedem, és akkor ezt így előadom, és ti majd úgy ültök, hogy anyád, ez az én vendégem van, ez hogyan összeszedte. Aztán amikor rájöttem, idefele nagyon gyorsan írtam össze, hogy ebből már nem lesz ezért csokor, de hogy tehát van itt olyan a listámon, ami mennyire siessek. Tehát... Van idő. Nézd, a fél időnél, tehát a te blokkod felénél már vagyunk, úgyhogy... Szóval, hogy van olyan, tehát a legdurvábbtól a leglájtosabbig van. Tehát van a kutyafuttatónak kutyához nem értők csapatától, egészen a telefont nyomkodó autóvezető, vagy a lakóvezetben 70-nel, amiközben a gyerekedet rakod be, elhúz melletted, és még neki elfolyam. Től egészen a hamis proféták jelenlétéig, mondjuk a magyar közéletben. Na, ez például, már kölcsönöm teszem. Például. Legyen egy ilyen? Legyen, például, abszolút. Jó, rendben. Vagy a body shaming a kommentekben, amiket kapunk. Nem tudom, ti kaptok-e. Kapjuk. Csodálatos. Hát hogyne? Hát a Barna kapja, hát a persze. Nem rá, hát ott tök jogos egyébként a Barnánál, tehát hogy azért kapja, mert... Meg is érdemlik. Hány ilyen fake accountod van, amit szóval a... Nem tudom, melyiket mondtam. Hamis proféta. Hamis proféták. Igen, hogy például vannak olyan emberek, akik annyira elzik, 3 könyvvel olvasat, hogy most vegyük a spiritualitást, ami szerintem egyébként nem egy bullshit, csak az, ahogy mi tapasztaljuk az esetek 80%-ában, ez egy irtózatos bullshit. De hogy valaki annyira komolyan veszi magát, mondjuk 2-3 könyv elolvasás oda, mert neki van valami megélése, hogy azt gondolja, hogy van ez a mondása, hogy van a gondolat, vagy oké, hogy van vélemény, csak nem biztos, hogy a világ kíváncsi rá, tehát nem biztos, hogy mindent el kell mondani, de ő mégis mondjuk már majdnem kvázi egy vallást épít fel erre. Esetleg konferenciákat is tart. Akár, igen, és akkor ez annyira, tehát annyira el is hiszi, és akkor ez persze vonza, mert ő bármilyen mélyen van, nála mindig lesznek mélyebben levők, akiknek ő az, aki feljebb van, akit lehet követni, érted? És akkor ezek az emberek, amikor így, és akkor ezek vonulnak, miközben egyébként, ha felhív, akkor tehát, hogy tökre nem, tehát tökre diszonáns az egész, vagy például amennyire kirekesztő, nem is mondtam el a köszönésemet, a szevasz, te köcsög. Ezt a elköszönésnek is vagyok. Szóval, amennyire elő van adva, és ez főleg a social médiában meg föl van építve egy ilyen imágó, mert nem szeretem, hogy image-nek mondjuk, imágó, hogy milyen szar szó egyébként. Tehát ez az image föl van építve mondjuk. Nem tudod, mi rosszabb, bocsánat, a social. Azt mondtad, hogy social.
Social? Social media. De ez csak azért, mert már nem ittam vizet, és ragad a szemben. Ja, kicsit ilyen nyákos. De is akkor nyákos. Szóval, hogy... Vannak ezek, és ez tényleg, ez lehet a mit csinálja ez a négy dolog, ami, hogy eljutsz, és olyan sikeres és gazdag leszel, mint amilyen amúgy én sem vagyok. Csak a legjobb öltönyt kinéztem az arából, és abban vagyok itt. Meg van a valláson keresztül, a spiritualitás, a megértés, elfogadás, bölcsesség. A megélés, a tudatosság, felébredés, az út, igen. A felébredés, önmagunk megismerése. Igen, miközben az alszik a legjobban egyébként, aki felébredése buzdít, hogy ez szerintem irtózatosan irritáló. Az a baj szerintem, hogy bakhold van, és most te ezért vagy ennyire ideges, tudod? Lehet, hogy egyébként most összeáll az én majd. Én azt vettem észre, én is követek egy-két ilyen spiri ezomágust, és azt vettem észre, hogy ők a, tehát hogy egyre több szinonimát tudnak ugyanarra a semmire. És ezek, és mindig csak így mondja, és van az egyikük, óriási rajongója vagyok. És egyre több szünetet is tart. Eszmélés. Ja, ja. Önmagam, a saját magam, a másikon keresztül az én, de melyik én? Mert ugye több én van, de erről majd beszélünk. Amit sose beszélnek. Soha nem jutunk erről, majd később, de soha nem jutunk el odáig, hiszen a cél maga az út. Tehát nincs cél, ahova megérkezni. Most, de van ugyanebből az, aki mindig csak kérdez. Azt hiszi, hogy mond valami, de nincs csak kérdez, hogy de milyen? És ha olyan, akkor milyen? És ha ott, akkor tudod, és akkor így hol? Egyre válaszol. Válaszolj már, könyörgöm. Hogy találkozzunk önmagunkkal. Az tényleg nagyon, nagyon idegesítő, és ez valahogy tényleg, és amikor ezért ott így lubickolsz a kommentek között, mert elkezded olvasni, és tényleg arra jössz, hogy tudod, hogy köszönöm. Igen. Úristen, áldás. Nem, az, hogy, na ez. Na ez. Nincsenek szavak. Na ez most, ez nagyon. Na most ez nekem nagyon. Tehát pont igen. Most ez kellett. Nekem nagyon. Ez kellett. A mihez? Igen. Mihez egyébként? Ehhez a kommenthez pont ez. Ez a következő 5 perc, ez, amíg ezen gondolkozott, de már te se tudod, hogy miről volt szó. Nem volt szó semmiről. Igazából, igen. Nem véletlenül, bocs. Nem véletlenül, hogy Jézusnak mondjuk, vagy Buddhának nem volt Facebookja, nem? Tehát, hogy nem ott osztotta a hülyeségeit, hanem ott követték mondjuk 17. Nehezen tudta volna a szegény Jézust, hogy maximum ilyen az gesztcsörökkel, az orrával tudta volna pörgetni a mobilját. Szóval, hát ez nagyon szép, ez lezárása volt, köszönöm. Még jó, hogy nem állítottad le már, hogy egyébként a emberek, esetleg a közelemben levő emberek, akik médiavállalattá változtak, és folyamatosan betekintést engednek az életükbe. Ami azt jelenti, hogy ők folyamatosan streamelik az egészet, tehát a véget nem érő Insta sztori az egész életük. Ezzel nincs semmi baj, tehát mindenki azt csinál, amit akar, de amikor én ebben egy mellékszereplő, tehát látom, hogy elkezd svenkelni a kamera, mondjuk egy kellemes baráti beszélgetés, ahol mondjuk éppen egy falat van a számban, elkezd svenkelni a kamera, úristen, mindjárt rám jön, mit csinálok most? Úgy csinálok, mintha nem venném észre, vagy hello, hey, yeah. Vagy légy föl, légy színál, vagy tehát, hogy mit csinálok? Tehát, hogy egy joglemondot nem tesz oda az orrom alá, tudod, akarsz benne szerepelni? Vagy, tehát, hogy nem szerepelni jöttem? Mi van, ha egy latex búslakodóban ülök éppen, és nem úgy akarok szerepelni, hogy van? Tehát, hogy ez... Egy miben? Tudod, ami ilyen vákuumot csinál, egy ilyen fekete zsák, és vákuum, és akkor nagyon rácippantja, és akkor tudsz ilyen búslakodva ülni benne, hogyha gondolod adás után kipróbálhatod. Hogy megkérdeztem. De szóval hát, hogy ez egy rettenetes helyzet, és hát nagyjából ugyanez történt most Azariával a Szolnoki Palacsinta Fesztiválon. Kivel? Azaria egy nagyon népszerű előadó a fiatalok körében. Meg hát ugye, okay. Igen. Látom. És a Szolnoki Palacsinta Fesztiválon, akkor azt lehet, hogy nem tudod, hát ott Lencse végre kapták, hogy egy toj-toj mögött hát közösül egy vadidegennel. És ebből egy nagy botrány volt. Egy vadidegennel? Nézd, a következő, tehát a saját szavaival, ezt hadd idézzem, azt mondja, hogy lementünk, ünnepeltünk, Bombay a kézbe, aztán meg 2 lány is bejött, levartak meg ilyenek. Hát akkor ez egy komoly kultúrember. Ilyenek, és akkor elvittem egyet a toj-toj WC mögé. Tehát az áldozat, nem? Tehát, jó. És az, ugye az a baj, hogy ugye az ő tudta és megkérdezése nélkül fölvették, ahogy az aktus zajlik, kitették az internetre, és neki barátnője is van, hogy ütteni. Csak hogy, nem moralizálgassunk ezen, ez nem ránk tartozik, de hogy milyen aljas dolog valakit a toj-toj WC mögött egy ilyen intim helyzetben megkérdezése is tudta nélkül fölvenni és kitenni az internet. Megdugni.
Igen, ebben. De ugye egyébként szerintem ilyet nem is lehet már. Én úgy tudom, hogy nekem nagyon régen volt ilyesmi ügyem, amikor a feleségemet lehozott egy leloptak a Facebookról egy fotónkat, az esküvői fotónkat, és azt kirakta az egyik újság úgy, hogy Pénóra szemfüles olvasónk, tudod, és hát nem, mert pontosan visszafejlettem, és tudom, hogy ki volt az. És ott is az volt, hogy akkor még nem azok a törvények, ott még nekünk be kellett bizonyítani, hogy milyen nem anyagi és vagy anyagi kárt okozott ez, illetve leírták, hogy terhes, stb. Névvel, arccal, pedig ő nem közszereplő, de ugye elvileg a színész sem, tehát mi speciális közszereplők vagyunk, a politikus az a közszereplő. Meg szerintem egyébként az újságíró, aki naponta ír ilyen cikkeket, és a közt formálja. Szerintem ő inkább egy közszereplő, na mindegy. De hogy most már azt hiszem, hogy elfogadtak valami hasonló törvényt, hogy tehát ha téged most így lefotóznak az utcán, akkor te engem sérelemdíjért beperelhetsz. Én úgy emlékszem, hogy ez hát hogy igen, az, amit Amerikában, most már késő bánat, mert másnap kiadott egy ilyen mentegetőző nyilatkozatot, amiben mondta azt, hogy levarták, és én nem, tehát megnéztem, hogy mit jelent az, hogy levarni az interneten, mert hogy nem tudtam, hogy mit jelent, és ez egy függönyhosszabbítási szándékot takaró, egy ilyen kézműves valami, tehát van ez a levart hajtás, ezzel szokták meghosszabbítani a függönyöket. Vagy ezt jelentheti, tehát, hogy ott akkor vagy a függelújakkal hímeztek, vagy ilyen valami. Engem igen, nagyon átvágtak. Ez nekem kínai gyerekek, én ezt nem tudom. Vagy, megtaláltam még a slang szótáron, azt mondja, hogy szexuálisan közösül valakivel, ez is gyanús egyébként, hogy ez történhetett, és két példamódot is van. Ez az arc nem semmi bazd meg. A környék összes lúvnyáját sikerült neki levarnia, pedig nem is egy Adonis. Másik példamódot. Azt mondjuk én sem hiszem el a Karcsinak, hogy sikerült levarni azt az egyetemista lúvnyát. Hiába nagy a pofája, meg ő a DJ a kanizsai diszkóba, a srác tök hülye. Na. De megnézném azokat az embereket, akik ezeket a példamondatokat írják a slang szótárban. Ja, ez egy slang szótár. Nem úgy, hogy a való életben, hanem aki a slang szótárat szerkeszti. Ja, hát az biztos nagyon. Tehát valószínűleg ő a rock. Benne maradt a 97-es gangsta Zoli kaziba. Lúvnya. Hát az kemény. Én nem tudom, én nem hallottam ezt egyébként, hogy ez történt. Hát meg van egy ilyen szabály, ami a Toy-Toy-ban vagy a Toy-Toy-ban történik, az a Toy-Toy-ban is marad. Ami a palacsinta, a szolnoki palacsinta fesztiválon történik. Az van ilyen, is palacsinta is marad. Ezek, egyébként nekem ez sokkal nagyobb hír, sokkal meglepőbb és sokkal izgalmasabb. Igen, ugye ilyen van. Én oda szeretnék elmenni. Induljunk egy ilyen... Én egyszer majdnem fölléptem az Érdi Hurkatöltő Fesztiválon, de aztán végül is nem volt rám igény. Hát, emlékeztek arra a híradós csávóra, aki a Bajai Halásznőfőző Fesztiválon Szerintem ő annál jobban nem lehet egy fesztiválon beadni. Nagyon jó. Egyébként mindannyian ők akartunk lenni. Igen, ő akartunk lenni. Nem tudom, hogy miért kellett utána kirúgni szegény. Végre azon a csatornán az első jó műsor volt. Érted? Az első izgalmas fiatalokat is megszólító műsor volt. Hát ennyi milliárdból az még legalább érted, legalább valami. Szóval, hogy... Tehát, hogy így... Hogy hagytad a kifelemet? Na, hétfőreg. Miért tudtad, hogy pont az a gomb? Nem tök random nyomtam meg. Igen. Hogy kijöttem a reggel felkeltem hétfőn, kijöttem a szobámból, és arra jöttem ki, hogy... hétfő van. De hogy ez a héten történt, ezt most azt mesélem, hogy kijöttem, kimentem a konyhámba, és szóval azon, hogy én nagyon igyekszem tisztaságot, rendet tartani, ez egy aglegény lakás, hát azért mindannyian tudjuk, hogy ez néha hogy tud kinézni, de hogy egyébként azért nem vagyok én egy ilyen nagyon szeretvedett, dilettáns, fiatal férfi, de hogy valószínűleg valamit benhagytam a kukában. Amit nem kellett volna benhagyni a kukában, ilyen hőmérsékletek mellett. Hát ilyen, tudod, ilyen, hogy szokták hívni, ami a... Nyesedék. Nyesedék. Higonya. Most kérem? Higonya. Ez a feleségemtől tanultam. Higonya. Hát benhagytam egy kis higonyát a szemetesbe, a csirkebe nyesedék mellé, és hogy jött egy ilyen kukacinvázió. Ez a... Csonti? Ez a csonti? Nem, valamilyen moly lárva. Utána néztem, ők egy ilyen kis 1,5 centi hosszú sárga, sárgás, ilyen viaszkosan áttetsző kukacok. És ízve milyenek? Kis és sós, de csavargás sós, az utó íze, úgy megcsavarja. Robban, puffan a szádban. A textúrája. De járkásabb, mint kívülről gondolnál. Amerikában, juicy. Tényleg egy kis vajon meg... Persze, megtisztelen, megpárolod, posírozod, fermentálod, persze. Posírozod.
És nagyon sokan voltak. És szóval én sajnos tényleg a metroszexuális férfiak azon csoportjába tartozom, ami ettől kikészül, de maximálisan. És akkor elkezdődött az, hogy elkezdtem felhívogatni ilyen rovarírtó szolgáltatásokat, mert ugye az volt, hogy a kukából így jött, ilyen gejzírszerűen ömlöttek ki belőle, de hogy még a zacskó, tehát hogy a kukás szatyor az vissza van tűrve a kukában, és alatta, tehát hogy nem is tudsz hogy hozzányúlni. Az egész kukát. Az a baj, hogy én nemrég vettem ezt a kukát, és életem először beruháztam egy 26.000 forintos kukára, és ez tényleg ez egy nagyon, nagyon nagy, nagyon drága, és nagyon szép kuka, amit nem akartam megvárni, de egyébként ugyanez volt a kollégának a reakciója is, aki felvette a 4 rovarírtók közül, miután nagy nehezen megértette, hogy mi a probléma, tehát hogy nem csótány, nem valami tényleg ilyen akut rovar probléma van a lakásban, mondta, hogy akkor dobja ki az egész kukát. És mondtam, hogy de hát uram, tudom, csak hát, hogy nagyon drága volt, meg szép. Szegény ő. Persze. Szegény rovarírtó. Na, de hogy utána elkezdtem neki magyarázni, hogy egyébként tényleg nem annyira akut, csak hogy nekem kéne valaki, aki idejön, összecsomagolja és elviszi, és kitisztítja, kiporszívozza körülbelül ez. És akkor a csámonak tényleg 20 percet beszélgettünk, mert tényleg mindenről, az időjárásról, meg anyámról, meg nem tudom. És akkor mondta, hogy tehát akkor jól értem, hogy maga fizetne nekünk azért, hogy oda menjünk, és ártalmatlan bogarakat, igen, és akkor így ültem, hogy így, igen uram, jól érti. Úr, Isten. 540.000 forint. Igen. Magának, akkor magának viszont exokiszeles. Sajnos nem jöttek ki, viszont oda folytatódik a történet, hogy felhasználtam ezt az alkalmat arra, hogy rég nem beszélt, nem tudom, 3-4 hete nem hívtam fel édesapámat, úgyhogy felhasználtam ezt az alkalmat arra, hogy felhívjam, aki azzal vette, hogy szevasz Barnuska, szevasz Barni, Barna, nem szólítanak. Barnuskám. Nuska is vagy néha? Barnuska, Nuska, de jó, hogy ez kiderült, Barnuskám, Macikám, szia. Hogy, szevasz Barnika, hát mi újság, hogy vagy, hát olyan rég, már gondolkoztam is, hogy mikor fogsz telefonálni. És akkor én voltam az, hogy... És mire mindet elnevezted, nem? Egyenként. És aztán utána az egyik haverom jött át, és ő szedte össze. De hogy hogy ez csoda, hogy rossz. Vannak haverjaidnek, hogy... Igen. A kukacos Barni, ott jön a kukacos Barni. Telefonkönyve vagy a kukacos Barni. Valaki egy így vagy, Csimas Barnus, Pajor Barnus Csimas. Nekem egyszer a kávégépemben volt ilyen, hogy egy, nem tudom, egy hónapig nem használtam, és mert akkor átértem, azt hittem, hogy nagyon menő, hogyha kotyogósba, és a izét az úr. És egyébként finom is volt, csak szerintem, hogy kinek van arra ideje, hogy ezt reggel, tehát reggel fölkezd kávé, és kiszedtem a kapszulatartót, és így az ott így, hogy mi az Isten? Ja, na az az érzés, az hogy elhagy, kis egy kicsit csonti. Elhagyja a, le, a tehát hogy szádon keresztül elhagyja a lelked, a testedet. Igen, igen. Amikor én ezüst, emlékszem, amikor először találtam ezüstös pikkelykét a lakásban, és ez úgy néz ki, mint egy 100 lábú, de tömzsi, hosszú csápja van, és tényleg egy ilyen, nem egy bizalom gerjesztő valami, de mégsem egy csótány. Igen, amelyik futkos a falon, igen, igaz? Igen. Az nagyon hasznos, azt mondják. És utána olvastam, kiderült, hogy ezüstös pikkelyke is, és sok-sok-sok 10 millió év óta él velünk, sokkal régebb óta, mint mi, és úgy voltam, hogy ki vagyok én ez a kis porszem, hogy őt elpusztítsam, aki egyébként 5 évig kibírja táplálék nélkül, és tapétaragasztóval is el van, mint kaja. Tehát, hogy én miért akarom, igen, hogy én miért akarom, érted? Úgyhogy hagytam a pikkelykéket, és tök jól. Én azokat mind megölöm, bocsánat. Tényleg? Én szerintem több dinasztiát kiírtam, annyira undorító. Én ezeket utálom, pókok, izé, tehát nézed este a tévét, és meg ez így... és akkor oda kell csapni, az nagyon. És egyszer a Balatonon nálunk elszakadott. Milyen gyerek vagy? Ilyen izé, killer. Szabó killer. Elszaporodtak anyukám szerint a trópusi pókok, fiam. Tehát és a, nem tudom, hogy mit. És az volt, hogy a kislányommal nem voltunk ketten, meg édesapám, és ez egy régebbi nyaraló, ahol azért a falakból már jönnek. És itt az volt, hogy én itt tettem, nekem ilyen iszonyat pókfóbiám van. És lefektettem a kislányomat, leraktam, és tudod, én utolsóban még így a telefonom zseblámpájában van, csinálok egy ilyen last check-et is föl, és két ilyen ekkora fekete hosszú lábú valami olyan volt ott, a gyerek fejétől, tudod, egy ilyen 20-30 centire, akik csak arra vártak, hogyha kibegyek, akkor megmásszák a haját, hogy azokat ilyen könyvekkel ott csapkod, szörnyű. Na, én ezeket nem tudom. Csak arra vártak, igen. Nekem egyszer a Fülöp-szigeteken volt egy, de ilyen nem volt ilyen dagat, tehát nagyon lapos volt, meglepően lapos volt oldalról, viszont 20 centire
cm fesztávolság, pont mint a tenyerem. És minden este ott ilyen vályog izé volt, és az volt a WC, meg a zuhanyzó, meg minden, hogy egy ilyen lefolyó középen, és egy vödör, és old meg, és oda kellett éjjel kimenni így pisilni, meg mit, és akkor ott így farkas szemet néztem, hogy lámpa villany se volt persze, és akkor ott sötétben tudtam, hogy ott van az arcomtól 5 cm, ez a 20 cm pók, és közben ott erőlködtem, igen, hogy valami legyen már. És ott közben a pók mondom, hogy na mi van, ugye az ha megfordulsz rá. Hogy a pókok, hogy pazd meg, tök jó voltam itt a falon, és ide jössz, ide szarsz, pazd meg. Ez az én házam. Őt meg, és a pókok közt is van egy ilyen podcast. Titeket mi idegesített föl ma? Meg így jött a nyaraló. Azt hittem, hogy az a vicc. Tálod, és akkor odajött ez a csávó, és akkor így lejutott a anyámat. Szabó killer pók. Gyűlölöm az embereket, mindig megcsíptem őket. A terület a kis pszichológus ellen minden 8 lábát főrak a kanapéra. Nem, mert 2, nem, mert az a így van. Elegem van az ember. És akkor oda jön egy ilyen trópusi csávó, érted? Az úgy ült, az úgy ült. Antropofóbiás vagyok. Anyukám mesélt, hogy elszaporodtak a trópusi csávoknál. A nyaralóba. Ne tudom, nem egy drága nyaraló, ez egy kicsit ilyen régi nyaraló, szóval nem. Egy pók volt? Leütötti. Egy sökmenös pikkelyke, vagy mi is alatt? Ez is sökmenös. Sökmenös pikkelyke. S meg más pikkelyke. Szóval én ami a héten felidegesített, az igazából az, ami sokszor felidegesített már életemben, amikor vannak azok a hírességek, akik ugye attól híresek, hogy híresek, de semmit nem tettek hozzá se az ország boldogulásához, se a kultúrához, se a gazdasághoz, se semmihez, se a környezetvédelemhez. Ők azért tudjuk, hogy ők vannak, mert ők így valamikor egyszer ettek, ittak, vécéztek egy, mondjuk egy realityben, és akkor ők azóta ők valakik. És akkor, amikor ilyen emberek esetleg, meg mondjuk olyan emberek, akik tényleg azért híresek, mert valamit, ők ennek az ellenkező is híresek, összevegyülnek, és akkor ott összekeveredik, mint amikor az obiba a tejbedarabból, tudod, és a kakaót, igen, voltak, akik két szakaszot, akik összekeverték a kakaót a tejbedarával, és akik nem. Mert a normálisak. És a normálisak. És hogy valahogy akkor olyan különleges és undorító értékrend ilyen guzmulmányok jönnek létre, például egy YouTube műsorban, amitől egyszerűen én nem tudom, a falnak megyek. Hogy most ránk gondolsz? Vagy nem, erre tökre nem, tökre nem. Amúgy meg, hogy igen. Nem, csak hogy vannak ilyen beszélgetések, amikor mondjuk tényleg van valaki, aki amúgy nem, tehát aki egy ilyen ez megy, és akkor tudjuk, hogy ja, ő a valaki, meg van a izé VV, nem tudom, Lajos, Lajos? Igen, tudod, hogy a 20-ba volt, igen, a tudod. A 20-ba volt, tudod, persze. Ő lett a negyedik a 20-ba, tudod? Tehát, persze. A 18-asba volt. A castingjában volt, de ott nagyon nagyot ment. Hogy igazából nem is csak ez, hogy amikor ezek vegyülnek, és akkor ott tényleg nem érted, hogy embereknek hogy nincs annyi önreflexiója, mondjuk ilyen társadalmi státusszal, és most itt azokat mondom, akik tényleg híresek, nem megyek el, tehát van ez a mondás, a dalmata nem keveredik korcsokkal, de hogy valahogy még, ez egy nagyon kemény mondás, de, hogy mégis azért szerintem néha ilyet, ezt meg kell húzni, illetve amikor ezek a teljesítmény nélküli hírességek reál rá mondjuk a reklámipar, érted? És akkor elkezdjük, tehát ők lesznek azok az irányadók, és az ő értékrendjük lesz az, amivel az a 137 ezer ember, aki nem tudom fölfogni, hogy miért követi, akkor azzal azonos, és akkor már mondjuk, és ez egyébként közvetlenül kihat mondjuk az én munkámra is, érted? Mert mondjuk amit ma egy színész jelent, az pont ezek miatt, az emberek miatt, és az ő felvevő közegük miatt nem az, amit mondjuk 30 vagy 20 évvel ezelőtt jelentett, ha mondjuk egy színész valami mellé odaállt, vagy érted? Tehát, hogy ez abszolút nagyon eltolódott. Miközben azt gondolom, hogy ez nem lenne a normális, érted? Jó, de akkor mit gondolsz arról, hogy Szabó Zsófinak most ezt a gémkapocs tetoválását, ezt lézeresen el kéne tüntetni, most, hogy Shane Tussauppal szétmentek? Szétmentek? Össze voltak hűve. Szétmentek, tudod, hogy miért? Mert Zsófia a rövid kapcsolatokat szereti, Shane a hosszukat inkább. Szóval amikor azt mondtátok, hogy vannak blokkok, amiket kivágtok, mert szar, az ez lesz. Értem, én nem tudok ezt hozzászólni. De igen, pont arról beszélek, amikor ülünk, és olyan dolgokról beszélünk, amiről egyébként hidd el, hogy egyáltalán nem kellene beszélgetni, mert beszélgethetünk Düremantról, meg nem tudom, tehát hogy, de mégis valami, és azt veszem észre, hogy az én agyam is átprogramozódott itt az évek alatt, és fölkapom a fejem, és
az Isten áldja meg már a világot. Nem akarom erre fölkapni a fejem, arra akarom felkapni a fejem, hogy valaki megint mondjuk díjat nyert Kámba, vagy itt kapott, vagy az föltalálta ezt, meg azt, hogy hogy tehát igen, ez Radnóti közben, népe, de közben érted? Mi meg arról is ide? Beszélünk, hogy díjat, tehát most igen, most gonosz vagyok, és lementem, igen. Dagonyáztam egy kicsit a mocsárban, de hogy egyébként meg beszél, tehát ez is van, meg az is van, tehát most hiába, tehát lehet, hogy ez a 300 ezer ember, aki követi ezeket a teljesítmény nélküli celebeket, téged nem akar követni, mert igazából nem érdekli színházban, igen, nem jár, igen. A színdarabod nem érdekli, igen, a széttépve mozgatban. Csak azzal viszont, hogyha ezt viszont azt gondoljuk, hogy ezt legitimáljuk, akkor azzal pedig toljuk is kifele az embereknek az inger küszöbét, meg azt mondjuk, hogy egyébként tök oké, hogyha te nem akarsz színházba járni. Nem baj, hogy nem jársz, nem baj, hogyha nem érted. Nem baj. Viszont még tehát jobb lenne, hogyha egyébként meg érdekelne, vagy járnál, viszont hogyha egyébként feltöltjük ezeknek az embereknek a szabad idejét, meg az agyát, meg a szórakozását ilyen teljes sallangokkal, azzal jóvá is hagyjuk azt, hogy egyébként akkor ez így jól van. Igen, de én hiszek abban egyébként, hogy megfér a kettő egymás hát mellett. Megfér, csak igazából megfér, hiszen látjuk, hogy megfér, csak igazából én azt gondolom, hogy a mérleg iszonyatosan el van tolódva, és amíg ez egálba tudna lenni, vagy mondjuk nyilván, és most nem akarok ilyen, nem tudom, milyen kultúrnácinak tűnni, de hogy mégiscsak az van, hogy nem tudom, volt gyerekszobám, a szüleim meséltek nekem, én is minden este a 9 év alatt mesélek a gyerekeimnek. Beszélünk könyvekről, már tudnak Petőfit mondani, szóval most ez lehet, hogy nagyon széles. De hogy ezt mondom, ez lehet, hogy nagyon szélsőséges, egy magyar kisgyerek ismert ki a Petőfi Sándor, de hogy majd mesélnek neki, de hogy mégis azt gondolom, hogy az a fajta kultúra, ami és a kultúrába sok minden beletartozik, hogyha az nem kerül átadásra jól, tehát ez valahogy mindig valahogy a szülőtől jön. Nem igen, tudom, ez nagyon messze, hogy megpróbálod megerőszakolni. Hogy... Nekem volt egyszer egy társaság, egy szórakozóhely szervezett ilyen workshopokat, meg előadásokat tartottak, nagyon izgalmas űrkutatásról, és akkor elvittem egy társaságot, éppen jártam egy lányjal, elhozta a barátnőit, elképesztő izgalmas volt, ahogy a nem tudom, milyen űrteleszkópról beszéltek, tényleg lenyűgöző volt, és akkor kijöttünk, és akkor azt mondta az egyik csinálni, hogy hallod, Gec, kajak olyan, mint egy tanúra, bazd meg, azt sem tudom, hogy érted, szóval, hogy valakinek nem kell ez. Jó, igaz, csak lehet, hogy akkor valahogy az van, hogy most már olyan térben, olyan online térben mozgunk, hogy sokkal inkább szembe jön, hogy igen, mondjuk megnézek egy cikk alatt, és minden, és akkor én azt hiszem, hogy tényleg ennyi hülye van Magyarországon, és valószínűleg nem egyébként, csak az okosabbja nem kommentel. Meg az van, hogy egyszerűen annyira szűk a magyar közélet, és annyira kevés a csatorna, hogy te kénytelen vagy egyébként ugyanoda elmenni, uh-huh, ahova az illető, uh-huh, akiről beszélsz. Igen. És ezért te azt érzed, hogy te osztozol vele a platformokon. Igen, hát egyébként, hogyha meg lenne kultúrtévé, meg kultúrműsor, meg stb. Igen, akkor egyébként nem tűnne fel, hogy ugyanabban a bulvárműsorban kell elmenned. Vagy egy beszélgetős műsorban, ahol egyébként az előtted, meg az utánad lévő a mellizmát ugráltatja, hogy mit tudom én. Például. Mondjuk azt egyébként, mondjuk pedig. Mondjuk azt megnézni, mondjuk azt megnézni. Egyszer néztem egy ilyen reggeli beszélgetős musolt, és az volt, hogy most vendégünk, itt ilyen Csilla, és akkor bejött, és sziasztok, hát hétvégén volt egy esküvő, csak csajok voltunk, őrület volt, nem mondod, de csak csajok, és ez mondjuk 7 percig, tudod, és néztem, hogy mondom, kajak, ez mi, gyerekek, és akkor utána bejön valaki, hogy igen, rák túlélő vagyok, hogy ilyen hirtelen maszki ki tud váltani, tényleg ez, és szerintem ez itt a baj, hogy valahogy, és már így hozzá vagyunk ilyen szoktatva, hogy az egész napunk már reggeli műsortól egy ilyen érzelmi hullámvasút, ahol a szar és a valami közül csapkodódunk itt össze-vissza, de minden attól függetlenül azt gondolom, hogy edukálni kellene jobban a fiatalságot. Hogy bólogatta így. Nagyon jó. Már csak őket. Már a mai fiatal. Már csak őket. Mi az edukáció? Az mi egyébként? Na hát minek örültünk a héten? Kezdem én. Vannak olyan brendek, akik csinálnak ilyen greenwashing, ilyen kamuzöld kampányokat, és akkor vedd meg ezt a műanyag valamit, és ezzel kevesebb műanyag lesz. Hát dehogy lesz kevesebb műanyag, több persze lesz. Persze, kedvencem, hogy újra hasznosítható műanyag, de amúgy nem, de nem hasznosítja újra senki. Nem, ez mert persze, minden műanyag olcsóbb előállítani nem... újra, mint hogy újra hasznosítani, tehát ezt nyilván ez nem az, de ezt majd újra hasznosíthatod, csak senki más nem fogja újra hasznosítani. De hogy vannak olyan brendek, akiknek ez egyébként tényleg fontos, és tényleg tesznek valamit, és például ilyen az a mész alapú falfesték, ami, tehát ez mindig így mondták a tanáraim, tudod, hogy a faszén, hogy fa
Szén, hogy ne legyen félreértés, de mindig ezen nevettünk. Tehát, hogy a fa széndioxid megkötésének a mit tudom én hányszorosát. Ez egy mészalapú természetes lélegző festék, és a Converse City Forest keretében ilyen lélegző falfestmények készültek tavaly az első, és most már 500 van a városban, és komolyan. Hogy ez egy ilyen igazi fenntarthatóságos valami, hogy van is egy közben ilyen... Közben folyamatosan lélegzik a festék. Lélegzik a festék, meg a város is lélegzik, és akkor a fa nem lehet ugyanaz lehet a, mint a, falon, mint a, fák, a fa igen, a falon. Aha, fa a falon. Fa, ja, fa a falon, de nem minden fal fa, de minden fa fal. Aha. Te is merre lehet ezeket megnézni? Budapesten 500 darab van, kérlek szépen, úgyhogy járkál és kapirgáld, és hogyha mész, akkor az, mész, arra és mész, és szalom, hogy... arra mész, akkor mész. Akkor az... Na de hogy az a lényeg, hogy, a... hogy az a lényeg, hogy ez a fenntarthatóság jegyében idén is lesz valami, még mi magunk sem tudjuk, legyen ez még meglepetés. De ahogy tavaly, de mert ugye a tavalyi projekt, az ráadásul nem csak ugye lélegző festék, hanem olyan feltörekvő művészek csinálták ezeket a festményeket, akiket ezekkel a projektekkel sikerült felemelni, uh-huh. és láthatóvá tenni. De jó. Igen, úgyhogy... és akkor nem az van, hogy még egy három nevű szobrot kell néznünk, ahol minden ilyen stadionok előtt, és akkor van még egy, hanem hogy nézhetünk olyan embereket is, akikről eddig nem tudtunk, de most majd nézhetünk. Aztán kíváncsiak vagyunk, hogy idén mi lesz. Ja, hát álljunk elébe, és projekt. Most már nincs más, csak hogy elköszönjünk, úgyhogy én ezt a sütit a kezembe fogva úgy köszönök, hogy pisztáciasztok! A szemüveg hallásra nem jó, viszontlátásra. Jó viszontlátásra, és ezt már mondtam. Ez már volt. Ezt én jó, mondtam. Akkor mondok mást. Máma itt, holnapot, jó napot. Jó. De ez aranyos. Hát sziasztok. Csak egy ilyen klasszikus vonalat. Mondd már a másikat, szevasztok köcsök. Szevasztok köcsök.